Jafar. Összetörtem magam. Nem fogom túlélni. Pielt elküldöm a dolongokig. Nála lesz a mikró. Könyörgök, mentsd meg valahogy a gyereket. Igyekez. Nagyon kérlek. Isten veled. És köszönöm. Claude. Figyelj csak, Piel! Kapd el! Mi ez, apa? Egy kis játék. Beszélőgép. Komolyan mondod? Igen, ez egy mikro. De hív csak Mikinek. Miki a barátod. Ha elkezd beszélni, mindig csináld azt, amire kér. És most amilyen gyorsan csak tudsz, fuss a dolongok felé. Ott várakozz, amíg a készülék, illetve amíg Miki meg nem szólal. Nem bírok futni, apa. Fáj a lábam. És nem is akarok a dolongokba menni. Miért nem megyünk inkább haza? A mami sincs még otthon, nem kell sietnünk. Tedd, amire kérlek. Fuss a dolongokba. Rohanj már! Rohanj! Gyorsan! Jól érzi magát? Ennek igazán örülök. Történt valami? Agyon ágyult. Mi üdött magába, kapitány? Megőrült? Mondja, nem lát a szemétől? Egy fél perccel később érek ide, összecsókolózunk ezzel a meteorral. Az hogy lehet? Azt hittem, a kitérítő berendezés automatikusan működik. Igen, de csak 10 000 tonnán aluli tömeget észlel. Sajnálom, nem tudtam. Van még mit tanulnia. Jó napot, uraim! Hoztam egy kis frissítőt a navigátoroknak. Mi az? Csak nincs valami baj. Nem, minden rendben. Szórakozik velem. A kijelzők mióta villognak? Ha azt mondom, fogalmam sincs, megnyugszik. Törődjön bele, hogy nem értek a masinájához. Jafar, jelentkezz! Itt Claude! Válaszolj! Jafar, jelentkezz! Kihez beszélsz? Jafar! Itt Claude! Nem hallasz? Hova tűntél? Nem hélem, megkapod az üzenetemet. Jafar, itt Claude beszél. A Perdit bolygón vagyok, onnan hívlak. Északi félteke 73-as szektor. 16 óra 50 perc. Egyetemes idő. Jafar, nem tudtam kivédeni a frölonokat. Rettenetes volt. Anni meghalt. Jafar, összetörtem magam. Nem fogom túlélni. Pielt elküldöm a dolongokig. Nála lesz a mikró. Könyörgök, mentsd meg valahogy a gyereket. Igyekezz. Nagyon kérlek. Isten veled, és köszönöm. Piel? Hallasz engem, Piel? Ha hallasz, válaszolj, kérlek. Piel! Piel! Ne félj a hangomtól, válaszolj! Szólalj meg, Piel! Piel! Akkor is ronda vagy. Milyen páva az, amelyiknek elefántlába van?
hol Yuri vagy? Tessék? Nem gondoltam, hogy hallod, amit mondok, Miki. Piel, te vagy az? Hát persze, hogy én vagyok. És hol vagy? Hogy hol vagyok? Itt előtted. Piel, én nagyon messziről beszélek hozzád. Ezt egy ilyen kisgyerek nem értheti meg, Zsáfár, higgy el. Talán jobb lenne, hogy... Hé, most más lett a hangod. Válaszolj, Miki. Tudom ám, hogy téged Mikinek hívnak. Akkor miért van kétféle hangod? Igazad van, Piel. Engem valóban Mikinek hívnak, és azért van két hangom, mert másom sincs ezen a világon. Nincs szemem, amivel láthatnék. Nincs lábam, nem tudok járni. És nincs kezem, amivel megérintetnélek. Kárpótlásul kétféle hanggal születtem. És bárkit tudok utánozni. Érted már, Piel? Hát igen, azt hiszem. Piel, te most egy erdőben vagy, ugye? Igen. Látsz magad körül piros és sárga gyümölcsöket? Igen, látok. Akkor maradj szépen ott. Nem sokára eljön érted egy űrhajó. Bocsásson meg egy pillanatra. Jól hallottam volna? Most mi nem az Aldebarára megyünk? Igen, nagyon jól hallotta. Egy vagyont fizetünk önnek azért, hogy az Aldebarára vigyen. Tartsa be az ígéretét. Én önnek nem ígértem semmit, Matton herceg. Útban voltam az Aldebarán felé, és maga megkért, hogy vigyem el a kincsel együtt, ami véletlenül hozzáragadt az enyves kezéhez. Azt vettem el, ami az enyém volt. Na ne kacagtasson. Az egész bolygóközi rendőrség magát üldözi. Ez az állam kincse. Az első űrhajóra felkéreckedett, hogy az Aldebaránra megy, vagy egy másik bolygóra, az magának édes mindegy volt.